A kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok adatainak védelme miatt bosszút áll a magyarokon az Egyesült Államok. Így kommentálta a belügyminisztérium a Biden adminisztráció azon döntését, amely szerint az Egyesült Államok szigorítja a magyarokra vonatkozó beutazási szabályokat. A kormány ugyanis nem adta ki Washingtonnak a külhoni magyarok adatait, arra hivatkozva, hogy az ő biztonságukat ért. Rétvári Bence államtitkár azt mondta, Magyarország védi az állampolgárai adatait, és nem enged semmiféle nyomás gyakorlásnak. A további részletekről Tarjú Tanila kérdezi elemző vendégét. Így van mit boncolgatni. Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója most a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit jelent pontosan ez a szigorítás, ahogy az Egyesült Államok nevezi? Szigorítás vagy korlátozás attól függ, hogy honnan közelítjük meg. Egészen pontosan azt jelenti, hogy ugye az Amerikai Egyesült Államok az ezt a rendszer bevezetésétől kezdve lehetővé teszi azt a programban résztvevő országok számára, hogy az egyes állampolgáraik beutazás céljából 90 napos időtartamon át az Amerikai Egyesült Államok földjére beléphessenek és ott tartózkodhassanak, kizárólag két okból, üzleti vagy turisztikai célból, tehát ez munkára vagy tanulásra például nem felhasználható jogosultságot ad. És a mostani korlátozás értelmében ez az eddigi két éves időtartamra szóló beutazási engedély, amely a vízumot hivatott kiváltani és egy egyszerűsített eljárási rendet jelent, ez fog korlátozódni egy évre és egyszeri felhasználhatóságra, ami az én megítélésem szerint összességében, hogy őszinte legyek, nagy monumentális változásokat nem jelent, bár ezt sokan vízum szankcióként kezdték el a médiában értelmezni, de az én meglátásom szerint ezek a korlátozások, ezek összességében hát korán sem olyan jelentőségteljesek, mint ahogy azt jelen pillanatban a legtöbben értékelni próbálják. Tulajdonképpen ezt adta a legtöbb ország, ahol kettős állampolgárok vannak, mert ugye őket érinti ez a korlátozás. Ugye itt egyedül Románia, illetve Ukrajna, illetve az ott élő magyarokat érinti ez. Így van. Ugyanakkor szerintem a hivatkozás, ami alapján megpróbálják ezt a korlátozást a mai naptól fogva bevezetni, az azért meglehetősen visszás. Ugyanis az Amerikai Egyesült Államok baloldali adminisztrációja azt állítja, hogy Magyarország nem kezelte megfelelően 2011 és 2020 között a több mint 1 millió új magyar állampolgárnak kiadott útlevél engedélyeket. Magyarán az ő meglátásuk szerint biztonsági kockázatot jelent az, hogy ebben az időszakban ennyien egyszerűsített vagy kedvezményes honosítási eljárás keretében magyar állampolgárságot szereztek. És azért itt egy fontos dolgot rögzítsünk már az elején. Ugye, amikor 2011. január 1-én a Magyarország gyűlés döntése következtében bevezetésre kerül a kedvezményes honosítási eljárás, azt azért lehetett alkalmazni a kezdetektől fogva, mert két dolgot rögzít. Először is büntetett előéletű állampolgár, nem magyar állampolgár, nem is lehetne a későbbiekben magyar állampolgárság szerzésére alkalmas. Kettő, egyetlen egy olyan személy sem szabad magyar állampolgársággal kitüntetni, illetve magyar állampolgárságot adni neki, aki Magyarország nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági kockázatát azt jelentős mértékben növelni. Tehát innentől kezdve a biztonsági, nemzetbiztonsági kockázatra való hivatkozás a szerintem teljes mértékben értelmét veszti. Tehát itt nem egy valódi intézkedésről, hanem szerintem egy politikai, ahogy a felvezetőben is hallhattuk, bosszú hadjáratról van szó, mégpedig azért, mert a magyar kormány a belügyminisztérium tájékoztatása szerint nem volt hajlandó a kettős magyar állampolgárok adatait az Amerikai Egyesült Államok kormányára tulajdonképpen tárcán fölkínálni és átadni neki egyébként ezeket a rendkívül szenzitív adatokat. És ha ez megtörtént volna, játszunk el ezzel a gondolattal. Ahogy ön is említette, Románia, illetve Ukrajna esetében az ezt a jogosultság az nincs jelen, tehát eddig is, akik ott születtek, és nem magyar állampolgárok voltak 2011-ig, majd később magyar állampolgárságot szereztek, ők az ezt a rendszerben bele sem fértek. Tehát nekik eleve vízumengedélyt kellett volna kapniuk. Minden magyar, a jelenlegi magyar határokon kívül született személy, hiába mondjuk van egy szlovák-magyar kettős állampolgár, a születési helye az mondjuk a jelenlegi magyar határokon kívül esett, tehát nem Magyarországon született, neki nem járt ez a kedvezményes beutazási engedély, neki vízumot kell kérnie, ez ma is fönt van a külügyminisztérium honlapján. Így van, tehát ebből a szempontból sem érthető szerintem ez a lépés, és a másik, amire az előbb ki akartam térni, az az, hogy nemzetbiztonsági kockázatot ez a döntés jelent a magyarok számára, legalábbis jelentett volna akkor, hogyha az adatokat átadjuk az Amerikai Egyesült Államoknak, és meg is mondom, hogy miért. Ugye az ismert, hogy tavaly február 24-e óta Magyarország szomszédságában sajnos háború van. Az is ismert, hogy Kárpátalján igen jelentős magyar kisebbség él. Ez a magyar kisebbség az elmúlt egy évben rendkívül sok jogsérelemmel kellett, hogy szembenézzen. És van egy nagyon
érdekes és szerintem túlzó jogsérelem, az pedig az, hogy az ukrán törvények kimondják, az állampolgárságról szóló ukrán törvények, hogy a kettős állampolgárság tilalma az érvényben van. Magyarán, akik esetleg kettős állampolgárok, de ezt titkolják, ők a későbbiekben veszélybe kerülhettek volna, csak azért, mert az Amerikai Egyesült Államok mondva csinált okokból a baloldali adminisztráció nyomásának engedve ezen a szabályrendszeren szeretne módosítani. Tehát szerintem itt egy politikai jellegű támadásról, egy politikai jellegű hozzáállásról van szó, amely ugyanakkor tetszik vagy sem, de a határon túli magyar kisebbségek helyzetét, sőt a határon túl élő magyar kisebbségek életét is veszélyeztethette volna, abban az esetben, hogyha a magyar kormány és a belügyminisztérium nem úgy jár el az ügyben, ahogy egyébként azt végül tette, tehát hogy megtagadja az adatoknak a továbbítását. A kárpátaljai magyarok esetében még olyat is lehetett olvasni a sajtóban, hogy akár börtönbe is kerülhet az, akiről kiderül, hogy kettős állampolgár. Így van, ugye az előbb említett okokból kifolyólag törvényi értelemben rögzítve van az Ukrajnában, hogy a kettős állampolgárság nem megengedett. Innentől kezdve szerintem természetes és érthető, hogy a legtöbb kárpátaljai honfitársunk nem reklámozza azt, hogy ő adott esetben ért ennek a kedvezményes honosításnak a lehetőségével 2011 és 2020 között. Tehát már csak innen nézve sem tudom értelmezni ennek a lépésnek a jogszerűségét, az okait, de azért azt talán érdemes a kedves nézők számára világossá tennünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok baloldali adminisztrációja és a magyar kormány között vannak ideológiai természetű viták. Az egyik nyilvánvalóan a háború kérdése. A háború kapcsán az Amerikai Egyesült Államok Biden adminisztrációja azt mondja, hogy Ukrajna nyerhet, Ukrajnát pénzelni kell, és Ukrajnának fegyvert kell adni, míg a magyar kormány azt mondja, hogy inkább a békét kéne elősegíteni. Különbözőség van például a gender ideológia megítélése kapcsán. Az Amerikai Egyesült Államokban sajnos nem mondom azt, hogy a többség ide meghatározó vélemény, hogy a gender ideológia az nem egy gyerekeket veszélyeztető elképzelés az életről, hanem éppen ellenkezőleg egy őket támogató dolog. Magyarországon a gyermekvédelmi törvények kifejezetten tiltják és korlátozzák a gender ideológiának a terjesztését. És van egy harmadik ügy, ami teljesen egyértelmű, a migráció kérdése. Nézzük meg, hogy mit művelnek az Amerikai Egyesült Államok déli határán a Biden adminisztráció képviselői, és nézzük meg azt, hogy Magyarországon milyen szigorú jogi és fizikai határvédelem lépett érvényben. Ezek azok az ütköző zónák, amelyeken keresztül egy-egy ilyen ügy esetében az amerikai adminisztráció valamilyen okból kifőleg, de mindig arra jut, hogy Magyarországgal szemben egyfajta hadjáratot kell indítani. Sajnos ezt látjuk, amióta Joe Bidennek hívják az Amerikai Egyesült Államok elnökét. Tehát akkor ennek a valódi oka vagy cél ennek az intézkedésnek egyfajta politikai nyomásgyakorlás a magyar kormány részére? Én úgy gondolom, hogy a nyomásgyakorlás az indokolt, mármint kifejezés ebben az esetben, ugyanis mi másról szólna ez a történet. Ahogy itt beszéltük, nagy változásokat a két ország kapcsolatában nem fog eredményezni. Én azt sem gondolnám, hogy egy tömegproblémáról lenne szó, mert azért az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között bár nyilvánvalóan van utasforgalom, de azért nem gondolnám, hogy az a fő úti célja a magyaroknak. És itt van egy harmadik tényező. Hát nyilvánvalóan nyomásgyakorlásról van szó, ahogy azt láttuk eddig is. Itt volt a globális minimumadónak a kérdése, itt volt a kettős adóztatás eltörlése, itt volt az amerikai nagykövetség pénzéből megvalósított háborúpárti plakátkampány, és még sorolhatnám a többi összetevőt. Sajnos el kell tudnunk azt most fogadni, hogy az Amerikai Egyesült Államok demokrata politikai vezetése az bizonyos értelemben a magyar belügyekbe megpróbál beavatkozni, ahogy ezt egyébként láttuk a 2022-es országgyűlési választási kampány időszakban is, amikor ugye így van, az úgynevezett dollár baloldali ügy kapcsán politikai korrupció eszközével élve próbálták meg finanszírozni a magyarországi ellenzék egyes tagjainak a kampányait. Tehát szerintem innen fúj a szél ebből az irányból, de ez a nyomásgyakorlás a következő egy évben az én meglátásom szerint nem nagyon fog változni, mert az amerikai adminisztráció váltásig, tehát a republikánusok visszatértéig a demokrata politikai hozzáállás az én megítélésem szerint nem nagyon fog sajnos módosulni egyik irányba sem. Tóth Eriknek nagyon szépen köszönjük az elemzést. Köszönöm én is a meghívást.